Április 10-én éjjel indult útjára a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület csapatait szállító autóbusz Rovinjba. A horvátországi településen egy nemzetközi kézilabda tornán vesznek részt. Az idén először a lányok is részt vesznek ezen a tornán. A lányoknál az U12-13-as vegyes korosztályban indulunk, a fiúk pedig az U14-es korosztályban indulnak. Úgyhogy a lányok nagyon-nagyon várják már ezt az utazást, hiszen nekik ez még nem adatott meg, hogy külföldön egy rangos tornán részt vegyenek. Van-e arról információtok, hogy milyen csapatok, milyen nemzetiségű csapatok ellen fogtok kint megmérkőzni? A fiúknál szélesebb a skála, tehát ott vannak spanyol, olasz, horvát csapatok. A lányoknál horvát, szerb csapatok inkább. Az biztos, hogy a lányokat felkérték a gála mérkőzésre, úgyhogy a nyitó ünnepség előtt a helyi csapattal fognak megmérkőzni egy bemutató meccsen a lányok. Végeztetek-e indulás előtt még itthon esélylaklogatást esetleg, vagy lehet ezt valamennyire felmérni előre? Szerintem nem az esélyek a lényeg, hanem az, hogy minél több meccset játszanak, illetve minél több helyet megismerjenek a gyerekek. A mérkőzéseket pedig mindenképpen azt szeretnénk, hogy mindenki tudjon játszani, és minél jobb eredményt érjünk el. Hány játékos, hány gyermek fog utazni ma? A lányoknál 15-en vannak, a fiúknál pedig 12-en vannak. Köszönöm szépen, jó utat nektek, és sok sikert, és sok-sok élményt! Köszönöm szépen! Mióta kézilabdázol itt a Törökszentmiklós, illetve volt-e már olyan élményed, hogy külföldre mehettél kézilabdázni? 6 éve kézilabdázom, és még nem volt. És nagyon várom. Beszéltél esetleg olyanokkal, akik tavaly voltak, és mondjuk beszámoltak az élményeiről? Igen, voltak, és azt mondták, hogy nagyon szép volt minden. A szálloda is nagyon szép volt. De már nem először utazol Rovinjba. Milyen élmények maradtak meg neked erre az esztendőre? Hát ugye az első évben második helyet szereztünk azonnal, és ezt a második évben is meg tudtuk ismételni. A harmadik évben sajnos 7-ek lettünk, a kisebbek pedig megszerezték az első helyet, ami számunkra is nagyon kedvező volt. Remélem idén pedig vagy dobogósok, vagy első helyezettek leszünk. Te már rutinos utazó vagy, hogyan készültél erre? Ment minden flottul, vagy azért egy kis izgalom maradt idénre is? Hát igen, egy kis feszültség volt bennem. Minél közelebb volt ugye az indulás, annál izgatottabb voltam. Hát a pakolás az egészen jól ment, bár anyukám egy kis feszültséget csinál, de nem baj, hát ez benne van. Hogyan látod, milyen most a csapat teljesítménye, hogyan sikerültek az utolsó napok a torna indulása előtt? Hát pénteken a Békés Csabával mérkőztünk meg egy serdőmérkőzésen, ott sikerült győzedelmeskednünk, azt hiszem 5 góllal, aztán vasárnap pedig hazai rendezésű tornán vettünk részt, gyermekbajnokság, és ott is mind a két meccset megnyertük, és remélem, hogy ez a csapat képes lesz egy érmet elhozni idén is. Hát akkor legyen így, sok sikert kívánunk! Köszönjük szépen! Till it's gone.